mekkora gyalogos sétát lehet tenni egy kicsi kutyával, nekem csivavám van. A kistestű kutyáknak a mozgás igénye általában kisebb a nagytestőekhez képest, de nem minden kutyán, nem lehet általánosítani. Itt a csivaváról van szó, a csivavának a mozgás igénye nem túl nagy. Ezért ugye méterben nem fogom tudni megadni, de azt tudom mondani, hogy az a rövid séta, amely jól esik az embernek, és amiben úgy egy picit elfárad, az bőven elég egy csivavának is. Tehát, hogyha lakótelepben gondolkodunk, akkor két háztömb ide-oda az elegendő szokott lenni. Hogyha olyan formában sétáltatjuk, hogy ott nincsenek házak, erdőben, mezőn, réten, stb. Ilyen helyen tudjuk mozgatni a kutyust, akkor az a irányadó, hogy mikor látható, amikor fárad el a kutyus. Amikor elfárad, már nincs kedve, ott áll a lábunknál, és már nem szalad el, nem akar visszahozni semmilyen játékos, ami akkor forduljunk haza, és vigyük haza, vagy menjünk haza. Ezzel tulajdonképpen a kutya jelzi, hogy ő neki mennyi az igénye. Ezt előbb-utóbb elég jó bele lehet lőni, és akkor az optimális sétahossz is természetesen beállítható egy ilyen kis csivavánál, amely mindenkinek az egészségét azért szolgálja, a gazdáját is, meg a csivaváját is.